Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Jelenleg itthon vagyok, mutatom az időjárás gyorsan. Szépen süt a nap, képzeld el, van vagy 27 fok, itt van a tavasz, ahogy ígértem nektek, meg a naptár is, megérkezett a tavasz. Jelenleg készülődök, nálunk délelőtt van, és nem máshol megyek, mint elmegyek, felveszem az új biciklimet. BMX, régi, új biciklimet. Legalábbis újabb, régi a bicikli, de nekem új. Ma meglátjátok, nem más csináltam, mint cseréltem. Most ilyen cserélgetős időszakomban vagyok, vagy nem tudom, hogy mondjak. Sok mindent szeretek, akarok cserélni. Sok mindent cserélek, nem tudom, hogy miért. Múltkor elcseréltem a csónakomat, ugye egy másik csónakra. Ma pedig nem más csinálok, mint egy pár dolgot, mindjárt mutatom, hogy mit elcserélek egy BMX biciklire. Azért érdekes ez, ez nem a Lükőszé lesz, ez nem a Davis-i lesz, ez az enyém lesz. Nem fogom használni, hanem ki fogom rakni ilyen kiállítás, nem múzeum, de ilyen dísznek. Lehet, hogy egy kört megyek vele. Ez egy régi bicikli a 80-as évekből, ami hiszed vagy nem, de itt nálunk Ausztráliában rettentő sokat ér. És találtam egy ilyen biciklit, ami áron alul van, nagyon árul alul van, és az illető el akarja cserélni. Úgyhogy gondoltam, hogy még mielőtt valakivel elcseréli vagy eladja, én elcserélem vele. Ez egy ausztrál gyártmányú BMX bicikli, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, lehet, hogy nektek is volt, lehet, hogy nem volt. Nekem annak idején, én csak szerettem volna ilyen biciklit Magyarországon annak idején, volt hasonló, de nem ilyenem. Jelenleg nálunk, képzeld el, olyan 1500-2500 dollár között vannak ezek a biciklik. Az illető ezt a biciklit nem többért, mint 320 dollárért szeretné eladni, vagy elcserélni. Én nem akarok érte fizetni, ezért mondtam, hogy elcserélem vele. Mutatom, hogy mire. Jelenleg készülődök, ugyanis apukám kint a garázsban, a csónakot csináltuk, készítjük, és egy órára kell oda menni hozzá. Körülbelül egy órára lakik én tőlem, jön velem az öcsém, visszük a munkásautót, és gondoltam, hogy elviszünk titeket is. Utazunk egyet, nem azt, hogy nagyon utazunk, mert olyan messzire ugye nem megyünk. De várjál, át kell öltöznem, ugyanis a munkás ruha van rajtam, a fölső már nem csak a gatya. Mutatom, mire cserélem, itt vagyok benne nálunk. Erre a puskára, vagy pisztolyra, erre a pisztolyra, erre a pisztolyra, erre a versenyautóra, erre a pisztolyra, erre a pisztolyra, erre a pisztolyra, erre a pisztolyra, és erre a számológépes órára. Ugye ezeket a dolgokat én gyűjtöttem, de ezek olyan dolgok, tehát a pisztolyból van nekem dupla. De abból a picikből, tehát duplán megvan nekem, tehát nem használom. Ez az óra, annyira ugye nem szerettem, amúgy olyan nagyon túl sokat ez az óra, nem ért tőle, ugye a 20-25 dollárt. Ami nem olyan túl olcsó, de egy normális Casiohoz képest, ami több százat ér, ugye, ahhoz képest nem olyan túl drága. Pisztolyok közül ezért a legtöbbet, ez az 50-es évekből való, körülbelül egy olyan 50 dollárt ér. A másik kettő, ugye ez egy körülbelül olyan 5 dollárt, hogyha ér ez a pisztoly. Ez a másik is, ez a nagyobb is, nem ér olyan túl sokat, kb. 10-15 dollár. Tehát árba én azt hiszem, hogy én jó üzletet csináltam. Most az a kérdés, hogy hogy néz ki a BMX bicikli képet, láttam róla, de amint oda megyek, ugye ki fog derülni, és majd megmutatom nektek is. Ha úgy van, akkor elcseréljük, hogyha nem, akkor meg akkor nem cseréljük el, akkor lehet, hogy egy kicsit csalódott leszek, meg mérges, de majd meglátjuk. Jelenleg várok az öcsémre, aki itt lesz körülbelül egy 30 perc múlva. Megmutatom, hogy hol tartunk a csónakkal. Gyorsan áthúzom a gatyámat, és elindulunk. Nem találom a gatyámat. Ami majd írjátok meg ide a videó alá kommentben, szerintetek jó üzletet csináltam, vagy nem. Amint meglátjátok a biciklit. Meg arra lennék kíváncsi, hogy kinek volt ilyen, vagy hasonló biciklije. Nekem volt hasonló, nem ilyen. Hasonló volt. Nem tudom, ki emlékszik a BMX banditákra, egy ausztrál filmre annak idején. Hasonló biciklit. Ilyen biciklit használtak, csak nem ezt a márkát. Ez egy ausztrál márka, de nem ezt a márkát használták, de ilyen biciklit, ilyen BMX használtak. Mikor én láttam azt a BMX banditákat, a Nicole Kidmannel, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, az ősémmel, milyen trükköket akartunk csinálni, olyan BMX biciklit akartunk, de Magyarországon nem lehetett olyat kapni. Mert hogyha lehetett is volna, olyan drága lett volna, hogy nem tudtuk volna ugye megtenni. Úgyhogy nem többet kellett várnom, mint körülbelül olyan 25-30 évet, hogy legyen egy olyan BMX biciklim, amit szerettem volna olyan 8 vagy 10 évesen. Na mindegy, húzom a gatyát, mutatom a csónakot, aztán lassan elindulunk. Mutatom nektek, itt vagyok a garázsba, ott van apukám, ottan csiszol, éppen nem más csinálunk, mint a csónaknak az alját. Bevágtuk a léceket, ő is apukám bevágta, és az lesz az alja. Itt van a szőnyeg, ugye ez majd drága.
tetejére, ez a szőnyeg. És tegnap mutattam nektek, nem tegnap, a múltkor mutattam nektek ugye, hogy hogy néz ki. Le van festve, ilyen kék, fehérre. A tetejét még kell majd egy pár helyen javítani. És ilyen lesz. Tehát ellen lesz tüntetve, ugye itt az alja, és egyenes lesz az egész, úgyhogy szépen be fogunk tudni ülni. Be fogunk tudni ülni majd a Davis is. És jelenleg apukám ezért dolgozik, ezt csiszolja. Hogy ma el fog-e készülni, vagy nem, nem tudom, majd meglátjuk. Jelenleg még az összeg nincs itt, ahogy mondtam, még kövegyen 10-15 perc lédért, aztán nem mással megyünk, mint a munkásautóval, ami itt átni. Ezt amit már láttátok szerintem többször. Na, úgyhogy húzom a szemegemet, hozok magammal inni, főleg az öcsének is, hát ha megszomjazunk. Elindultunk, ahogy látjátok, itt megyek az autópályán. Jelenleg még egy ilyen fél óra, 40 perc, mire odaérünk, hogyha első oda találunk, bár beleütöttem a GPS-be, úgyhogy valószínűleg oda fogunk találni. Rettentő meleg van, még melegebb van, olyan mondom, megjött ez a tavasz idő, egy ilyen, majdnem, hogy 30, lehet, hogy van 30 fok is. Ahhoz képest, hogy tegnap meg tegnap előtt milyen hűs volt, ma rettentő meleg van. Közeledünk, mutatom, merre járunk. Lejöttünk az autópályáról, és most ilyen, hát, fogalm is, hogy merre járunk. Van egy pár ház itt ott, például itt látod egy Red Vista, meg egy Hungry Jacky oldalt, lehet enni. Még mindig megyünk tovább, állítólag egy olyan 5-10 perc múlva megérkezünk, és a ház a túloldalt lesz ott, jobb oldalt. Tehát valahogy itt majd valószínűleg el kell fordulni egy pár percen belül. Nézzét lehet venni fát, látod? Lehet itt pálmafát venni, meg kisebb virágokat. Na mindegy, megyünk tovább. Azt mondja, hogy pirossat kapunk, hogyha lelassítunk. Ugye elég gyorsan leértünk. Körülbelül egy 40 perc, 45 perce. Megérkeztünk, itt lesz a házból a bal oldalt, az 1300 valamennyi, hogy mennyi, nem tudom, de mindjárt megmondja nekünk a térkép, ha valahogy meg kell állni. Azt hiszem, hogy itt lesz valahol, várja. Hozzáérkeztünk, felvettem a biciklit, itt van benn hátul, várja, ugye megmutatom. Közben elment, látod, elment apukám, bezárta a garást, úgyhogy valószínűleg elment, mert nem hiszem, bezárta volna magát a garázsba. Na várjál, menjünk el, össze kiveszem az autóból, ugyanis sok minden van az autóban. Na mutatom nektek, elővettem az autóból. Ez az új biciklim. Ahogy mondtam, körülbelül egy 30 vagy 35 éves. Szép piros, ahogy látjátok. Sok minden új rajta, például a gumi, ez a piros gumi az új rajta, de amúgy minden más az eredeti. Tehát ez a váz ugye, ez a Pro, minek hívják ezt, hogy rásel, és ha be akarod ütni magadat, akkor ugye megfog, már sok mindent nem fog. Aztán az elején ez a másik, a fogantyú, a piros fogantyú, a pedál, az nem tudom, hogy erre való pontosan vagy nem. A lánc az új rajta, szép piros. Végül is egybe ilyen az egész. Nekem ilyen biciklim volt, nem ilyen, ilyet szerettem volna. Nekem például sárga volt amúgy, nem az egész bicikli, de ez sárga volt az enyém, meg az ülés is sárga volt, ez amúgy piros. Az ülés egész jó állapotban van amúgy. Amit kell rá majd venni, egy féket, ugyanis ez kontrás. Kontrás, egy fék kell rá, legalább egy első fék. Aztán nem tudom, mit csinálok vele, lehet, hogy elcserélem, lehet, hogy kiteszem valahol, lehet, hogy beviszem. A Lucasnek lehet, hogy odaadom, hogy mehet vele egy kört, de én azt hiszem, hogy elteszem a biciklit, vagy nem tudom, majd meglátjuk. Ugyanis ha a Lucas akar biciklizni, akkor kap ugye egy másik fajta biciklit, ilyen BMX-et, hogyha ilyet akar. Aztán lehet, hogy rakunk rá a hátuljára ilyen valamit, amire rá lehet állni, látod? Nincsen rajta, és nem tudom, hogy minek hívják azt magyarul. És akkor lehet vele csinálni trükköket, meg hasonló dolgokat. Mindegy, átadom a kamerát az öcsémnek, aztán megnézzük, hogy hogy mutatok a biciklit. Várjunk, gyere egy kitámasztó. Én azt mondom, kibicikliztem magamat. Várra rettentő régen nem bicikliztem, olyan mondom. Pár dolgot kell vele csinálni, meg kell húzni a csavarokat, ugyanis nincsenek rendesen itt meghúzva, de amúgy működik. Megy, gurul, ugye kicsit majd megtakarítjuk, hogyha lesz időm, és majd meglátjuk, hogy mit csinálunk vele. Gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy volt-e nektek ilyen biciklitek, várjál, ilyen biciklitek vagy nem. Vagy hasonló, vagy milyen biciklitek van? Egyáltalán lehetne ilyen biciklit kapni, vagy nem?
Én azt hiszem, hogy ilyet most már nem nagyon lehet kapni, a másfajtát lehet, de ilyen BMX-et nem tudom. Mindegy, ide a videó alá írjátok meg, milyen biciklitek van. Elraktam, beállítottam, ide mutatom, oda beállítottam a biciklit. Ahogy mondtam, hogy egy kicsit, vagy erre kell kicsit pofozni, nincs olyan rossz állapotban, egy pár dolgot szerintem meg kell rajta csinálni. Meg most nézd, milyen lett a gumia, látod? Meg kell most, itt tiszta új volt, még a polpa sem ment bele, mikor elhoztam. Most meg így néz ki. Na mindegy, mutatom a csónakot, apukám mit csinált, közben hazament apukám ebédelni. Bent van az alja, várjál, honnét mutassam, hogy jobban lehessen látni. Pont belesült a nap. Bent van az alja, na várjál. Akarok nektek mutatni, mindig mindenki, nem mindig mindenki, de sokan kérdezik, hogy hol a Mazda, eladtad, vagy hova raktad? Ugye az ösémnél van a Mazda, mert neki adtam el, de jelenleg itt van, mutatom, még mindig megvan. Itt van a Mazda, látod? Az öcsém amúgy egy pár dolgot csinált rajta, például lecserélte a kereket, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, vagy nem, fekete volt ugye a kerék, mikor az enyém volt. Azt a prizmát oda rakta, mutatom, ide az elejére, ugyanis piros volt, aztán rakott rá ilyen, látod? Az elejére oda az ablakba azt a matricát, meg egy pár ilyen kisebb dolgot kicserélt rajta, például rakott ide is egy matricát, ide ilyen krómos matricát, a hátuljára egy ilyen jelet mutatom neked, ide az MX-5 alá, látod, Mazda Sport. Úgyhogy végül is megvan az autó, csak nem én nálam van. Ami még mindig jó, mindig szép, gyönyörű, bár nekem fekete kerékkel még a mai napig jobban tetszik, ami a fekete kerék itt van nálam, mutatom nektek. Itt van bent a garázsba, ugyanis mondtam, hogy ha eladja, akkor valószínűleg visszavásárolom tőle. Itt van a bicikli mögött, látod? Itt van a Mazdának a kerekei, a felni, a gumik, minden. Kicsit most megint rumlival. Na minden, úgyhogy most fogom magam, bemegyek és gyorsan megebédelek. Megebédeltem, közben hazaérkezett a Lukasz is, most fog ebédelni. Szervusz! Oh. Jó étvágyat, nem más fog enni a Lukasz, mint... Spagetti. Spagettit fog enni. És a Davis az is megebédelt. Szervusz! Akár ezt mutatom a Davis-te a videón, mindig itt ül, és vagy az iPad-en játszik, vagy a TV-t néz. A videóból úgy néz ki, hogy a Davis semmi más nem csinál. Játszik, futkorászik, én is játszok, a feleségem is játszunk vele, de mikor videózok, nem tudom, hogy miért, vagy ebéd előtt, vagy vacsora után, vagy vacsora előtt és ebéd után, mindig olyankor itt ül, ugyanis még megebédel, vagy megebédelt, addig vagy tévét néz, vagy utána ezen játszik. Na minden, a Davis az nem mindig a tévé előtt ül, vagy az iPad előtt, még miért valaki majd mondja, kommentben, a Davis mindig csak az iPad-en van, majd tévét néz, a Davis most is azt nézi. Ki akartam menni vissza a garázsba, és apukám nem sokára jön vissza. Tudom, mit viszek magammal? Néztem egy YouTube videót, és a biciklimon van egy pár ilyen rozsdás folt. Nem sok, egy-két helyen, ahogy néztem. Azt mondták, nem más kell hozzá, mint alufólia. Képzeld el. Meg kóla. Coca-Cola. Amikor azt tudtam, hogy a kóla az nem marja a rozsdát. Látod, viszek magammal a kólát, és megpróbáljuk egy kicsit megtisztítani a rozsdás foltokat. Na mutatom közelebbről. Hogy miről beszélek, hogy látjátok, nem tudom, komolyan lehet látni, de várj, próbálok innézni, fentről filmezni, van egy pár ilyen rozsdás folt itt a kormányon. Na, várjál, hová lehessen rendesen látni. Lehet, hogy látjátok, lehet, hogy nem, de ott van rajta. Aztán ezt is meg kéne szerintem egy kicsit pucolni, meg látod, ott egy rozsdás folt, nem sok, a lehet, hogy ez inkább lejött onni itt a festék, ja, ez nem krum. Meg a kerekét gondoltam egy kicsit megtisztogatom, és az egészet ki kéne polisolni, én azt hiszem. Ezeket leveszem róla mindjárt. Itt nem olyan rossz, látod? Itt nem olyan rossz. Ezt az ürést is meg kéne. Lehet, hogy egy kicsit darabokra szedem, és meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle. Addig a kamerát rárakom, és hogyha végeztem, megmutatom, hogy milyen lett, ugyanis nem tudok egyszer filmezni, meg tisztogatni. Na nézd, kezd lemenni a nap, ahogy látjátok. A biciklit pucolgattam egy kicsit, sokáig nem jutottam el vele, ugyanis mutatom. A csónakon dolgoztunk apukámmal. Benne a közepe, ahogy látjátok, le van szőnyegezve, holnap még körbe kell vágni ott a szélét, ugye be kell szabni, rá kell rakni még az ülésre is a szőnyeget, még egy pár dolgot még ki kell ugye rajta igazgatni. A számokat, meg a betűket ugye rá kell rakni az oldalára, rajta kell, hogy legyen, mielőtt megy vízre. És a biciklit meg valószínűleg holnap folytatom tovább. Elmegyek, veszek valami tisztítót is, ez a kóla tisztító nem volt a legjobb. Egy picit levitt, de nem mindent. És inkább ki kellene fényesíteni, mert sok rozsda nincs a biciklin, nem inkább fényesíteni kellene, hogyha elmegyek, veszek valamilyen króm fényesítőt, valószínűleg holnap és nekiállok. Jelenleg oda betettem, ahogy látjátok, sokáig, ahogy mondtam, nem jutottam vele. Úgyhogy most nem már csinálok, mint bemegyek, és megnézem, hogy mit csinál a család. Helyzet, megtanultál?
Nem más csinálok, mint pörögnek a székkel körbe-körbe. Hm? Szereted a szeretsz pörögni? Hova mész? Nem ment játszani. Van, ja. Végeztem a homework-on. Végeztél a házi feladattal? Erre a hétre. Na mit csinálsz? Na most focizni fog a Davis. Úgy, bum. Wait, wanna sit? Úgyhogy ezt a mai videót én is most lassan befejezem. Én is aztán gyorsan emelek és lezbanyzok, mert csiszolgattam. Már felkapcsoljuk itt a videót. Csiszolgattam és tiszta poros lettem a kezem, mindenem a fejem. Hogy emlegy, hogy lezbanyzom magamat, és lehúzzuk itt a rólót. És megy a nap. Apá! Úgyhogy mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!